Idén is rengetegen biciklivel indultak el a szerdán kezdődő egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozójára, azaz az EFOT-ra. A Sukoron megrendezett fesztivál évekkel ezelőtt indította el a Tekerj az EFOT-ra című kezdeményezését, melynek célja, hogy a fiatalokat egy kis mozgásra ösztönözze a bulizás előtt. Az útvonal egyik megállója Székesfehérvár volt, ahol az országalmánál fogadták a bicikliseket. A Tekerj az EFOT-nak a célja, hogy felhívjuk a figyelmet a sportolásra, a sportolás fontosságára, az egészséges életmódra, arra, hogy érdemes mindennapjainkba beiktatni minimális mozgást, és nyilván azzal próbáljuk vonzóvá tenni ezt az alkalmat, hogy nagyon kedvező árral lehet bejutni a fesztiválra. Most idén már a futás mellett, vagy a biciklizés mellett futással is készülünk. A kedvezményes szerdai napi jegyért cserébe a fesztiválozni vágyóknak Gárdonyból indulva közel 40 kilométeres távot megtéve kellett Sukoróra érkezniük. A tó körüli útvonalba az elmúlt 2 évben becsatlakozott Székesfehérvár is, ahol a nagy melegben kifáradt bicikliseket a Városház téren Mészáros Attila alpolgármester és Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke fogadta, majd egy kis frissítő és ennivaló várta őket. Szerettük volna valahogy milyen mértékben csatlakozni ez a programhoz, hiszen nyilván a városban a fiatalok életminősége az rendkívül fontos szempont számunkra. Éppen ezért örülünk neki, hogy most már második alkalommal lehetünk házigazdai a Tekerj az EFOT-ra programnak, ami egyszerre sport, egyszerre közösségépítő, egyszerre buli, és hát egy kicsit olyanok is ellátogatnak Székesfehérvárra ezáltal a program által, akik talán még nem voltak soha. A program lehetőséghez rengetegen csatlakoztak idén is. Több mint 150-en ültek biciklire, hogy így jussanak el az EFOT-ra. A többnyire diákokból álló tömeg fáradtan ugyan, de annál nagyobb lelkesedéssel indult neki a fesztiválnak. Hát igazából szeretünk tekerni, aztán láttuk, hogy van ilyen lehetőség, szóval gondoltuk, hogy megnézzük milyen. Olcsóbb volt így a jegy, ugye? Meg tök jónak találjuk egyébként, hogy egy ilyen megmozdulás része lehetünk. Hát amit majd fölveszünk utána kalóriát, azt most előtte leadjuk. 2024-ben az EFOT egy új eseménnyel is készült az aktív, sportolni vágyó látogatóknak. Most először rendezik meg a Fuss az EFOT-ra című programot, melynek keretében hasonló nyereményekért cserébe csütörtök délelőtt egy 5 kilométeres szakaszt kell lefutni.